Jó, reggel, mi a táp? Csácsó, mi csörtészt a csokolád, és szavaztok gyerekek, üdv a csatornák képen megérkezett következő csodálatos részsel. Megmondom őszintén, pont úgy érzem magam, mintha elvégeztem volna egy ilyen elméleti úszás tanfolyamot, és most ott állnék a medence szélén, az oktatóm meg belerúgna a medencébe, és így rám nézne, hogy akkor kellene csinálni azt, amit megtanultál. Ja, rettenetesen parázok, hogy hogy fog ez kiviteleződni ez a projekt, amit én mint most elindítok, lehet, hogy valami más tematikai sámozást is ki kellene találni ez a sorozathoz, mármint, hogy túléptünk az oktató dolgokon, és akkor most így neki kéne arra gazdálkodni. Figyeljetek, tök mély víz, jó? Úgyhogy lehet, hogy csomót fogunk bakizni, szenvedni, de majd együtt megoldjuk a problémát, tudjátok, hogy hogy van ez. Figyeljetek, két opció van, sandbox és career. Ugye a career mód az, hogy nem elérhető minden jármű, folyamatosan szabadított fölőket, a sandbox mód meg igazából minden elérhető. Én lehet, hogy a karrier módra szavaznék, mert ott lehet, hogy vannak olyan folyamatok, amiket így azért fogja az orrunkat, és akkor azt mondja, hogy gyere erre, aztán kéne megcsinálni ezt, meg azt. Úgy rugdos valamely felé a játék, nem tudom, úgyhogy lehet, hogy a karrier módot fogjuk választani. Belevágunk a lecsóba, ugyan itt van, hogy mi van nekünk, nulla jószág, nulla alkalmazott, nulla jármű, nulla megbízás, és leginkább ez a megbízás engem nagyon érdekel, hogy mi az, hogy megbízás. Konkrétan lehet, hogy vannak ilyen küldetések, amiket meg kell csinálni, amiért kapunk majd XP-t, vagy pedig pénzt. Ugye XP-t kell gyűjtenünk ahhoz, hogy állakoljunk különböző dolgokat. Úgyhogy ja, vágjunk bele a lecsóba, gyerekek, tényleg a rengeteg pofázással próbálom így kompenzálni a félelmemet, úgyhogy abból tudjátok, hogy mennyire vagyok beszarva, hogy mennyit pofázok. De egyébként, hogyha nagyon elcsendesedek, akkor meg így vége, akkor meg rottyom vagyok, úgyhogy így képzeljétek el ezt az egész folyamatot. Ja, belevágunk a lecsóba, töltődjön be a térkép, és nézzük, hogy mit fogunk kihozni ebből az egészből, rettenetesen bonyolult az a játék. Tényleg valószínűleg lesznek bakik, úgyhogy erre készüljetek, földöljetek hátra nyugodtan. Nem fogunk minden tökéletesen véghez vinni, ez nem egy tutoriál sorozat, hanem igazából egy ilyen megtapasztalom sorozat. Na, egyébként ez itt baloldalt, ami van nekünk, amit itt látunk. Arról egy büdös szó nem esett az egész tutoriálba, úgyhogy tök tetszik, hogy bár ide belépek a játékba és olyan dolggal szembesülök, amit nem tudok, hogy mi ez. Mert itt van valamilyen ilyen, nem tudom, ilyen értesítések menü, látjátok, hogy különböző dolgokkal kapcsolatban értesítést kaphatunk. Nem tudom, hogy mi az egészségügyel kapcsolatban. Mi a túró ez? Meg pénzügyekkel, azt még úgy nagyjából értem, gépekkel kapcsolatban, állatokkal kapcsolatban. Meg van egy ilyen szerelő. Hogy ez mi ez? Ezt egyszerűen nem tudom elképzelni. Meg egyébként tudjátok, mi maradt ki még a tutoriál sorozatból? Hát a javítás, gépek javítása. Elvileg ugye kellene javítani a gépeket, meg ilyesmi. Hát bűnös szó nem esett róla egész végig, úgyhogy kapásból két dolgot fel tudok sorolni, amiről tényleg nem esett semmi szó a tutoriál sorozatban, úgyhogy nem tudom, hogy fogjuk ezek megoldani. Na, de viszont azt írja, hogy Isten hozott a saját gazdaságodban, 2000 van, 4. hó elsője, fúj a szél, förgetek, vagy ez az állatgyerekek, és még a füvet is lengeti, az viszont az egy dicséretes. Jó. Nem tudom, mire kattintani. Pepa? Tervezés! Várjál, térkép, feladatok, naptár. Térkép, feladatok, naptár, megbízások. Megbízások, jó, akkor ezek ilyen questek lehetnek, ilyen megbízások, ilyen küldetések, hát nézzük, hogy mi ez. Isten hozott a gazdaságba, ez a fejezet körbevezet a farmon, bemutatva a legfontosabb épületeket és funkciókat. Jó, hát ezt megcsinálja a Keeper, mert lehet, hogy ugye a következő küldetés akkor fog elindulni, hogy ha ezt megcsinálják, azt írják 10-15 perc, pörgünk, mint a trágyaszóró, még annyi se lesz, képzeljétek, mert Keeper azt tudjátok, hogy milyen. Na! Jó reggelt, üdvözlőlünk Albert Tirsán található farmadon. Ha el szeretnél igazodni a gazdaságban, tudnod kell, mit hol találsz. Hát a macskát ezt már meg is találtuk. Közelebbről is megvizsgálhatjuk a gazdaság különböző raktorázat és lehetőségeit, valamint az istálló, legelős a lakóházat. Jól van, oké. Folytatás, gyerekek, pörgünk, tényleg nem akarom húzni az időt. Mindig meglepődök, milyen jól néz ki egyébként néhány aspektusában a játék. Hello, cickó! Te hallod, ez a macska, ez vemhes. Vagy mi van? Meg vagy ezért a zoom? Mész innen? Mi van? Ennyi ilyen? Ne! Hát ez tényleg bemes az a macska, hogy nagyon telejtte magát, hallod? És meg bement a házba? Éj, múlva. Na, menjünk a legelőre, azt írja. Hát igazából én voltam ott elől, most meg megyünk legelől.
Nem jó volt, jó, szarvic volt, mindenki így a fejéhez kapott, hogy ilyen vagy képer. Igen, ez a telegelőtt sok hely és bőséges táplálékot kínál az állatoknak. Jó idő esetén az istalban legelőre vihet az állataidnak. Hely, hó, gyerekek, akkor igazából itt tudnak táplálkozni az állatok. Akkor nem kell hozzá neki kaja. Tehát akkor így lehet, hogy az nem a legbestebb, meg lehet, hogy elfogy egy idő után, de akkor konkrétan van egy olyan opció, hogy legelőre ki tudod vinni az állataidat. Meg utána meg leghátra. Jó, elengedtem ezt a poént, bocsánat. Menj az istálóhoz. Te pörgünk ám, nem szórakozunk. Itt az istáló. Szállító konténer, tudjuk. 5 állatot lehet boxonként tárolni. Oké, tudjuk. Jó. Szerintem ezeket tudjuk. Hagyd az épületet a jobb oldali ajtón. A jobbra el. Na. Szuper. Egyébként ide vannak ilyen ajtók, bele vagyok keveredve ebbe az egészbe. Tőled jobbra van a gazdaságot, folyik, hogy műtrágya tartályait tárolhatod, és itt vehetsz ki, és fel folyik, hogy műtrágyát és vizet, és vizet, és vizet, és vizet. Gondolom az állatoknak a vizet, ugye? Tőled balra található az istáló hittrágya szivattyúja. Jó. Jó, jó, jó. Egyébként nem úgy olvasom, nem szó szerint, csak egy pörgök mind állat. És van tök jó, egyébként ott van, hogy meg tud nyomni. Lehet, hogy a kijelző, biztos vagyok benne, hogy izés, mutatja, hogy mennyi nulla van benne. Nulla. Igen. A hittrágya az istáló alatt található, a szarvas marháid által az istálóban előállított összes hittrágya, a hittrágya aknába kerül, és innen hittrágya szivattyú segítségével hordókban tudod elszállítani. Ezt követően használhatod a hittrágyát a földterület táplálásához. Csodálatos. Menj a vetőmagraklapokhoz. Mész innen? Jó, megérkeztünk. Ezt is tudjuk, ugye itt már tároltuk, ugye ide tudjuk 4-5 darab raklapra tárolni a különböző vetőmagokat. Bocsánat a kölgésem, még mindig képen meg van betegedve minden állat. Egyébként kutyálba, jó? Gyerekek, ez a kutya ki van tollasodva teljesen, nem? Vagy nem tudom, nem látjátok úgy? Mármint így... Lehet, hogy ilyen Red Dead Redemption szintű mélységekig megy el a játék, hogy mondjuk ugye Red Dead Redemptionben van az, hogy attól függően milyen hideg van, attól függően nő és csökken a herélye mérete a lovaknak. Itt lehet, hogy tél van, vagy ilyen, és a kutya meg van tollasodva, ki van nőve, szőre, mind az állat, és lehet, hogy hát eléggé mint borús tekintete van, mi? Nem kapták a ját? Bocsak, ölgésen, úristen! Lehet, hogy kevesebbet kéne pofáznom, bár szerintem azért annyira nem beszélek sokat most. Igen, ide kell menni, ezt is megtanultuk, már tudunk mindent róla, szerintem nem is olvasom el, komolyan mondom. Menj a gabonatárolóba, gyorsan végig toljuk ezt tényleg, mert hát, hogy kapunk más küldetést. Gabonatároló, földbe sűjjeszbe találod, átmehet a tárolót. A hinát a szemeket, gabonafúvó segítségével kerül a felső emeleti raktárba. Ja, hogy innen, akkor felső emeleti raktárra. Menj a felső szintre. Gyerekek, itt olyan dolgok vannak, ami a tutoriálban nem is volt. Komolyan mondom, menjünk egy kis GTA-ba. Igen. Mint láthatod, összesen 10 tároló áll rendelkezésre, egyenként körülbelül 45 ezer liter méretűek. Igen, tárak különösen hosszasod, árak, várjuk, igen. De hallod? Ezek gyakorlatilag tényleg itt vannak a tárolók. Ott egy egér. LOL. Itt egy egér. Na, azt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez van a jó meg van csinálva, hogy konkrétan tényleg ide nézzétek, ide jönnek a csövek. És ilyen gabonafúvóval ugye fölfújjuk a különböző szemeket. És ugye itt figyelni kell, amikor kiválasztod, hogy nehogy véletlenül rosszba tárold, és ez is tök jó meg van csinálva, meg látod, hogy mondjuk mennyi kukoricád van, búzád, meg ilyesmi. Ez szerintem egyébként tök baráti, ez tök kellemes, hogy így van. És ez megint egy olyan dolog, amiről egy büdös szó nem esett a tutoriálba. Nem srácok, már körülbelül 3-4 dologgal találkoztunk, amiről hát nem tudom, a tutoriálban nem nagyon esett szó. Jó, itt tudunk üzemanyagot vételezni, nagyon szuper, örülök neki, hát ez igazából nem lesz bonyolult. A magas nyomású mosó meg a beceklé. Jó. Menj a gépcsarnokba. Itt tárolhatjuk a gépeinket, ezek szerint. Viszont erről se volt egy büdös szó se a tutoriálban, ugye? Rengeteg hely áll rendelkezésedre, egyébként így is úgy is be lehet jönni, át lehet menni kicsi ajtón következőbe. Ja, hát itt bőven fér el gép, de egyébként rohadt jó meg van csinálva, tetszik,
meg innen is be tudsz jönni, hogyha esetleg így akarsz beállni. Jó, ez egyébként ez egy korrekt dolog. Ha itt nem férnek el, akkor a főépület melletti műhelyben is elhelyezhetsz néhány járművet. Na, gyerekek, hát főépület melletti műhely. Na, erről például mi ez? Erről nem is volt szó megint a tutoriálban, hogy van műhelyünk. Mert ugye írja, nézd oda, a műhelyt gépek parkolására is használhatod. A műhely jobb oldalában lévő ajtón keresztül jutsz a garázsba, ahol egy kisebb járművet el tudsz helyezni. Még itt is van egy kisebb járműnek hely. De ugye csak vagy parkolásra is használhatjuk, de hát nem csak arra használhatjuk, gyerekek. Hát ez egy műhely. Akkor gondolom ez úgy van megoldva, hogy konkrétan itt meg tudjuk javítani a járműveket. Mert ugye van olyan a járműveknél, hogy mit tudom én, karbantartás, meg elhasználó, itt egy kompresszor, ott egy hegesztő, ott egy agregátor, lámpa. Jó, hát ezeket valószínűleg nem lehet használni, de valamilyen szinten biztos, hogy lehet így majnálni a dolgokat, alétolni. Jó, mert tök jó meg vannak csinálva ezek a dolgok, ez tetszik. Egyébként van három egyforma csavarhúzónk, meg kettő ilyen, mit tudom én, 32-es kulcsunk, azt is tanáljon. Mi meg van egy ilyen féktisztító, meg egy íz, egy oszta. Ez kerékcskulcs a javába, gyerekek, öcsém. Az kemény. Na jó, oké, menjünk tovább, menj a házba. Köszönöm szépen, kinyitottad az ajtót, nekem csodálatos. Egyébként tök jó, autentikusra meg van csinálva, jó ez a íz, jó ez a gazdaság. Itt is vannak ilyen szerszámokra szórva, nekem ez nagyon tetszik. Menj be a házba, rendben. Menj a számítógéphez, jól van, még egy kalapdatit azt tolunk. A macska meg itt benne van, hát rugom föl mindjárt. Műtrágya kalkulátor az íróasztalnál találod a számítógépet, a számítógépre telepítve van a műtrágya kalkulátor. Hát jó, mert talán nem fog kifajdni, nem tudom, ez csak jó, csak hülyéskedek egyébként. Menj a hálószobába, itt vár az asszony már, mi? Ó, mi a pököm, alvás, várj, nem akarok estig aludni. Tudunk 0 órát aludni, az a kemény. Az csak így lehúgyod a szemed, azt dír, már aludtál is egyet. Jó, alszunk egy órácskát. És oké, okay, egyelőre ennyi, amit tudnod kell a gazdaságról. A legjobb, ha még nézelődsz egy kicsit, hogy minden alaposan megismerj. A további kérdésed van a játék mechanikával kapcsolatban, nézd meg a farmeri válás menü oktatóanyagot. Jól van. Oké, okay, meg is csináltuk 8 perc alatt, ugye? 8 perc alatt csináltuk meg. 8 perc 21 másodperc, 411 ezeret másodpercet csináltuk meg, nagyon jó. Oké. Okay. Elvileg, itt akkor írja. Kaptunk 10 tapasztalati pontot. Ja, így lehet akkor tapasztalati pontot gyűjteni többek között, hogy csinálhat különböző ilyen küldetéseket. Menjünk ki. És akkor na, most rúgtak szerintem bele a medencébe, mert nincsen szerintem több küldetés. Legalábbis én nem látok. Megbízás elérhető. Jó van, hát akkor itt van a kész. Jó, ezt megcsináltuk. Aztán akkor ennyi volt. Akkor innen akkor boldoguljál, mi gyerekek? Hát mit kellene elkezdenünk? Nem tudom. Szerintem kellene vennünk mindenképp egy földet. Ahogy számolom, jön a február, április van, 11 fok van. Ugye itt egyébként úgy van megoldva, hogy nincs meghatározva, hogy te mikor vetsz meg, mikor aratsz meg, mikor csinálod a dolgokat. A valóságban sincs, ha akarod, akkor decemberben kivehetsz a vetőgéppel, aztán hóba belevetheted a búzát, vagy amit akarsz, csak nem fog kinőni. Ugye hát a valóság az így működik, hogy tudsz olyan dolgokat is csinálni, aminek semmi értelme nincs. Mi az? Kaptunk egy feladatot? Tapasztalt kocogók vagyunk. Mi elértünk valami achievementet, vagy valami ilyesmit. Hát jól vele, körülök neki. Jó, oké. Okay. Na. Hol vagyunk? Ezt várjuk már be. Oké. Okay. Mit akartam mondani még ezzel kapcsolatban? Ja, egyébként úgy látom, hogy mindenre kapunk itt tapasztalati pontot, amit tevékenykedünk, tehát még hogyha futunk sokat, akkor is. Itt ugye mindent is meg tudsz csinálni, csak nem biztos, hogy jókor csinálod. Itt nincs megszabva, hogy csak bizonyos évszakban tudsz például vetni, vagy aratni, vagy bármi. De ugye, hogyha például nem elég jó a főmérséklet a földnek, akkor cseszheted az egészet, mert nem fog kinőni belőle, semmi nem fog csírázni benne a szem. Viszont nekünk kellene mindenképp szerintem egy földterület a legelején, és azt mondom nektek, hogy mindenképpen valahol itt a közelbe kellene ugye megvalósítani. Ugye itt van a gazdaságunk, itt van egy ilyen kisebb terület,
ami ugye a tutoriálban is volt, meg van itt egy nagyobb. Egyébként azon gondolkoztam, hogy lehet úgy kellene csinálni, hogy mondjuk a nagyobbat vagy kukoricával, vagy fűvel bevetjük, és akkor ugye a bunkersilót kellene belőle tölteni, rohadt közel van, szerintem ez így tök adná, hogy itt így be tudnád tölteni. Egerek meg itt már izének, még cincorognak. A másikat meg el tudnánk kezdeni, és itt valamit gazdálkodni. Nézzük meg ezt a területet, ez mennyi, mennyibe kerül. 67 ezerbe kerül, ahogy mekkora hektár, ugye 3,71 hektáros, úgyhogy ez egy böszme nagy terület. Itt van ugye várja, mit lehet ebbe? Szántóföldi fű. A foszfát tartalma kevés, a nitrogén tartalma, meg a többi az egész jó, nedvesség az alacsony, de egyébként határon belül van, a levegő hőmérséklete is jó. 11 fokos, ugye? Előkészített 100%, lazítás 0%, mély lazítás 50%. Felületi nedvesség, nem tudom, 0 liter per négyzetméter, nem tudom mi az egyébként. Úgyhogy nekem ezt egyébként ez bejön ez a terület, ezt megveszik a 22-est. Figyeljetek, én gondolok egy nagyot, megveszem még ezt a területet is, jó? Ezt a két terület megvan. És akkor a kettő terület, az amit itt van, azon elkezdünk gazdálkodni. Megpróbálok valamilyen szinten dinamikusan, megpróbálom dinamikusan csinálni a dolgokat, viszont megpróbálunk egy olyat is, hogy azért építsük egymásra a dolgokat. Csináljuk meg a szántást, csináljuk meg a kultiválást, csináljuk meg mindent, amire szükségünk lehet, és utána vessük el mondjuk ezt a kicsi területet mondjuk árpával, és akkor figyeljük arra, hogy mindig legyen neki megfelelő tápanyag, a növényvédelem legyen meg neki adva, minden legyen meg neki adva. A Baudé területre meg kukoricát, vagy pedig... Lehet, hogy a kukoricával kellene foglalkoznunk. Már lehet, hogy először eladásra kellene dolgoznunk, és nem is bunkersiló tárolásra, mivel... gyerekek, eléggé, hogy mondjam... Eléggé nem vagyunk azért anyagileg elelesztve. Már elcsesztünk majd 80 ezret. Ugye most akkor elvileg ez a terület meg az a rohadt nagy terület, ami ott van, az a miénk. Az már egyébként baráti. Ezt a területtel kellene valamit kezdeni, meg kellene nézni, hogy ennek milyen tulajdonságai vannak. Elvileg altal meg tudjuk nézni, nem tudjuk megnézni. Érdekes, mint hogyha úgy emlékeztem volna, hogy altal meg tudod nézni. Nézzünk egy térképet. Ugye ez legegyszerűbb előhozni azt a menüt, úgyhogy így rákattintasz. És mondjuk, hogy tavaszi... Ugye most tavaszi búzát tudnánk bele dobni, és annak annyi, hogy a foszfát tartalom az nem a legjobb ezen a területen. A többi az úgy egész jó. Hát a kálium az jó, foszfát az nem annyira jó. Előkészített 100%-ba, lazítás 0%, mély lazítás 50%. Hát bazza, megmondom őszintén, hogy ez a lazítás, ez nem tudom, hogy mi akar lenni. Ez a lazítás és a mély lazítás, az leginkább én arra tudnék gondolni, hogy mély szántás, nem? Szántás, mély szántás. Ha igazából nem írja a szántást, akkor a lazítás az lehet, hogy az. Az előkészített, az meg szerintem a kultiválás. Jó, próbálkozzunk gyerekek, nem tudom. Felületi nedvesség az meg, én arra gondolnék, hogy eső után, hogy mennyire nedves. Nem tudok mást elképzelni ezzel kapcsolatban. Oké. Kellene nekünk gép, kellene nekünk eszköz. Meg kellene venni olyan eszközöket, amik mindenképp szükségeltetik, szükségeltetnek később. Viszont van mély lazítás, és az 50%-on van. Tehát akkor itt van külön... Nem tudom, aki mazőgazdasággal foglalkozott, az tudja, meg aki nagyjából képben van, hogy vannak olyan ekék, amik ilyen nagyon mély lazítást csinálnak, ugye nagy gépekre szokták azt csinálni, jól föltépik mélyről a felszínt, meg ugye az alatta lévő földrétegeket is. Ugye az eke, a normál szántás, az viszont nem mély lazít, hanem azt gyakorlatilag csak a felső réteget fordítja át. Úgyhogy szerintem kellene mély lazító, hogyha van, hát ezek szerint valószínű van, kellene eke, és kellene mindenképpen kultivátor. Megpróbáljuk ezt olcsón megúszni. Morog vannak benne, de egyelőre nem azokat kéne használni, mert hogyha valami baj van velük, akkor ne az legyen, hogy így elakadunk. Ja, ezt a területet meg kéne ebbe a gameplaybe mindenképp csinálni, így nagyjából készre. Viszont ugye szükségeltetik majd tápanyag is, mivel ugye néztük, hogy a tápanyag igénye, hát a foszfát az nem a legigazibb, sőt, az nagyon-nagyon szar. Meg a többi is egyébként szar. Úgyhogy valami olyan tápanyagot kéne kijuttatni, ami minden is van benne majd, de a foszfát az egy kicsit több. Úgyhogy valami ilyesmibe gondolkozunk, de először szerintem kellene egy szántás, mély szántás, kellene gépet vennünk, azokat ide kellene hozni,
olyan eszközöket, amik igazából szükségeltetnek a mezőgazdasághoz. Oké, birtokolt területünk van kettő, ennek egyébként nagyon örülök. Tök jó, van egy 3,7 hektáros. Hát ott kicsi gépekkel nekiállunk, annak az nem lesz egy vidám dolog. De nézzük a járműveket. Ugye benn vannak a modolt járművek, azokat kikapcsolom, jó? Folyamatosan fogom berakni őket, rengeteg lesz benn. Ami elérhető, az lesz. Rengeteg ilyen csatolt eszköz is van, már mint különböző vetőgépek, különböző ekék, különböző kultivátorok. De egyelőre maradjunk szerintem meg az alap dolgoknál. Na, akkor nézzük meg, ugye tök jó, mert itt tudsz olyat is csinálni, hogy mire van szükséged. Mondjuk szántásra szükségünk van. Egyébként ne tévesszem meg például ez nem egy darab, hanem ebből ugye különböző opciókat tudsz választani, csak nincs meg valamilyen követelmény, akkor sajnos nem érhető el. Azt meg kellene csinálni a Keepernek majd gameplayen kívül, ugye? A szkenáriókat. Jó, akkor menjünk vissza, és akkor nézzük ezt a szántást. És ugye van elvileg nekünk olyan munkamélységű, 65 centi munkamélységű, tudjátok, ezek tényleg ezek a mélyszántáshoz tartozó eszköz, ami, ez már kapásból kell egy 150 lóas traktor. Oké. És a képességek, ott vannak a képességek, hogy mire jó. Ugye szántani tud, ez meg terepi munka konkrétan. Jó, szántás, terepi munka. Feltöri és felazítja a tömör talajt. Négy barázás, váltóforgó, akár munkamennyiség 20 centi. Ez konkrétan akkor ezzel tudsz mély szántani. Úgyhogy egy ilyet ezt kéne venni, 3700-ba kerül. Menjen a járműkereskedőhöz, jó? Vásárlás. Megvesztük a járműkereskedőnél. 150 lóerőre van szükség. Oké. Okay. Ugye az egy minimum. 150 lóerő. Ebben a játékban bele kell kalkulálni egy csomó mindent. Ugye, hogy milyen... mennyire lejtős a talaj, ahol dolgozol, mennyire nedves a talaj, ahol dolgozol, úgyhogy az a 150 lóerő, azt úgy kell elképzelni, hogy az egy ilyen sík talajon azt el tudja huzingálni, nyilván egy nagyobb géppel jobban fogsz, hatékonyabb, jobban, inkább hatékonyabb leszel. Arra gondoltam, kellene nekünk egy, az itt van, nem itt van. Ugye ezt vissza tudod állítani, és akkor utána tudsz választani kategóriát, például nekünk kellene egy súly is. Szerintem egy ilyen súly. Veszünk egy súlyt. Ugye ebből is tudsz venni különböző súlyokat. Szerintem a 2 tonnás így alapban elég lesz, jó? Ő is megy a járműkereskedőhöz. Kellene nekünk egy gép, ami minimum 150 packó, ugye? Úgyhogy válasszuk ki a traktorokat. És próbáljuk meg, nem név szerint rakni, hanem ár szerint. Mi az olcsó, mi a drága? Van egy doc, meg van nekünk egy klassz. Megnézzük ezt a klasszot, hogy az mennyi. Hát ez kevés. Hú, és már nem is tudom megvenni, bazze. Ja, mert nem csináltam meg ezek a szkenáriókat. Na, itt akkor kezdenek a problémák lenni. Látjátok? A szkenáriókat nem csináltam meg a képer. Ez a 136 lóerő. Ami ott baromira nem kevés. Úgyhogy meg kell csinálnom a szkenáriókat majd, mert különben a gyerekek nem elérhető traktorok vannak dögével. Konkrétan ezt tudom csak megvenni 136 lóerővel. Viszont 136 lóerő az nagyon kevés lesz. Figyeljetek annyit, hogy a... Megnézem még itt az ekéket, hogy ennek mennyi kell? Ennek 135 lóerő. Akkor ez pont jó. Akkor nem fogunk mély szántani most, hanem megcsináljuk szántással, utána kultiválással, jó? Igen, meg kell csinálni, nézzétek a különböző szkenáriókat, ezt gameplayen kívül megcsinálom, hogy tudjunk mindent elérni. De hát igazából ezzel is el tudunk kezdeni, nincsen semmi baj. Annyi, hogy 50%-ig van megcsinálva a mély szántást, szerintem az nem nagy probléma, esetleg egy kis hozam bónusz fogunk veszíteni. Jó, járműkereskedőhöz vesszük meg. Csodálatos. És akkor megvetjük a traktort, ugye akkor elég lesz nekünk a 136 lóerős. Hát elég nyögvenyelős lesz a folyamat, de oké, okay, megcsináljuk, megvesszük, járműkereskedő, vásárlás. És akkor ugye meg tudjuk nézni a flottánkba, hogy mi van, nem csak a traktor, hanem minden. Igen, és akkor van súlyunk, van egy ilyen, van egy ilyenünk.
Jó, még annyit akartam, hogy a flottára elvileg így bele is tudok ugrani, ugye? Beszállás. Szuper, gyerekek! Na, igen, mély víz, nem egyszerű, de ez a szépség ennek a játéknak. Viszont akkor elvisszük most ezt a forgóekét, meg elvisszük ezt a súlyt. Akkor a mi, azt a betyár, öcsém! A gyerekek ezt leküldöd a földbe, nem csoda kell neki. Nem tudom, ez is lehet, hogy egy kicsit gyenge lesz ott, de vágjunk bele. Jó, próbálunk autentikusak lenni, szóval úgy működtetjük az eszközöket, ahogy kell. Lehet, hogy fölveszem a súlyt először. Mondjuk rá, de. Nem veszem fel, először fölveszük az ekét. Arra se vegyenek, gyerekek. Ez egy kicsit fájt. Nektek is tudom. Jó, fölcsatlakoztatjuk. Ja, ez valószínűleg kell súly, hát a hátsó kerék az kb. Kilapult. Kell, legyen egy kis súly elől, és hú, lehet, hogy súlyt kell volna először fölvenni, hát nagyon emeli az elejét, mint egy motorcsónak körülbelül. Kéne figyelni most már ezekére is, lehet, hogy azért a súlyt kell volna először fölvenni. Egyébként a legfontosabb dolog ebbe a játékban a kézifék használata, mert különben tovább gurulnak a dolgok. Figyeljünk arra a fára. Nem pont elfér. Na, ezt megnézem magamnak ezt a súlyt, hogy ez milyen. Ha. Egy kicsit közel álltam. Ó! Gyerekek, lehet rárakni plusz súlyokat, figyeld! Hogyha nem lenne elég, akkor föl tudod tornázni még. De ez egyébként marha jó. Na, várjátok, egy kicsit közel álltam, majd nem tudom, Q-val felvegyem? Szerintem föl is vette. Oké, ez viszont böszben jó. És nézzétek, a gép érzi is a súlyt, és meg is mozdul, és egyre inkább leül tőle. Gyerekek, 350 ezerünk van, nehogy csődbe juttassuk a céget. És a gazdaságot. Próbáljuk meg kijutni innen. És akkor megyünk a gazdasághoz, és akkor felszántjuk a területet. Lehet, hogy... Hát, várjatok? Nézzük meg, megnézem a mapot, ugye? Megnézzük ezt a területet. Mert itt nekem írja egyébként, ugye, hogy mi lazítás 50%, lazítás 0%. Szóval nincs lazítva. Gondolom a mély lazítás az a... Ez a mély lazító eke. A lazítás az meg gondolom akkor a sima eke. Az előkészített az meg gondolom a kultivátor. Jó, de egyébként, hogyha föl is van kultiválva, meg elő is van készítve, akkor is mégis szeretnék menni a folyamatokon. Ezen a földön megcsinálunk mindent. Oké, a méllazítást most nem. De tudjuk, hogy azt kihagytuk. És akkor megpróbáljuk ezt a folyamatot érdembe csinálni. Egy külső nézetre kíváncsi vagyok. Ja, hát ez a súly, ez tök jó egyébként, hogy lehet variálni. Nagyon jól néz ki az a gép, tetszik egyébként. Ott látni lehetett még lent a izét is, a karrantengelyt, hogy forog, komolyan. Jó, oké. Okay. So sorry. Nagyon be vagyok pörögve, és nagyon félek az események következő... vagy következő lépésektől, hogy mi fog történni. Mert azért itt vannak gondok. De gyerekek, olyan súlya van ennek a gépnek, rendesen... Rendesen löködi a... Röködi a... Az eke meg a súly érződik rajt. Jó, ott alul látni lehetett a kardán tengelyt, látjátok, ott forog. Hát eléggé nem látni, de valamennyire igen. bocs, bocs, meg vagyok fázva nagyon. Itt a nyuszi! Szegény, nagyon aranyos. Vannak itt egyébként tök nagy földek, de kicsibe szerintem kezdjünk el gazdálkodni, azt akkor utána meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont, ja, lehet, hogy az állattartás az megérné. Csak ugye akkor azt a nagy területet vagy fűvel, vagy pedig kukoricával be kéne küldeni. És akkor ugye a bunker silóba azt el tudnánk tárolni, és utána tudnánk keretni vele az állatokat. Na hát ezt a területet kéne megszántani, jó lejtős. Azzal egy kicsit nem vagyok kibékülve, hogy jó lejtős, nem tudom, hogy az eke mennyire fogja szeretni ezt. Mindjárt beállunk, aztán megnézzük.
Ugye Ekével úgy fogunk dolgozni, hogy forgatható Eke, oda-vissza. Utána a két végét le fogjuk dűlőzni. Úgyhogy ezeket minden autentikusan fogjuk megpróbálni csinálni. Ja, és összkereket lehet, hogy kéne kapcsolnom már most. Ó, jó, majdnem engedtem. Van nekünk valahol összkerék meghajtásunk. Ez az, ez kell nekünk. Meg még egy dolgot, hogy be kellene kapcsolni. Ja, egyébként kell nyomni gyerekek itt izét. Kéziféket, mert nézd meg, hogy gurul a traktor, ha lejtőn vagy lefele. Nem nyomok semmit. Oké. Okay. Ugye a P-nél tudjuk ezt beállítani. Ó, de jó, és ez be is van állítva, úgy látom. De viszont a földhöz nincs beállítva, látod? És ez tök jó meg van csinálva. Hogy a földhöz nincs, nem vagy beállítva, ezt ugye korrigálni kell. Ezeket mind meg kell tarulni, de én ezt nagyon élvezem, hogy ezt így kell csinálni. Várjál, most nem jó, mert hátunk meg én mutatja. Oké. Okay. Egy fok, két fok, meg ugye el is kell tolni. És akkor ez így van. Nagyon szuper, gyerekek, imádom. Ezt rohadt jól meg van csinálva, nagyon tetszik. Annyi, hogy ugye akkor ki kellene nyitni. És ugye bal oldalra kellene dobatni. Hát kéne fordítani. És ugye visszafele is bal oldalra dobatjuk. De akkor már ugye a legutolsó ekefej után hagyott barázdába fogunk visszafele jönni, elvileg, ugye? Jól sejti a keeper? Ugye mindig a sárga vonal a traktor közepe, a kék vonal ugye az első ekefej. Ugye így van ez megoldva, vagy valahogy valami hasonló képen. Jó, induljunk-e külső nézetbe. Várjátok, van egy olyan opció is, hogy a kormányzás bekapcsolása ez az? De nem nagyon írja. Automatikus jármű eltolás, oldalváltás, ne, ezt bekapcsoljuk. Jó, ezt bekapcsoltuk. Önvezető kormány, azt is bekapcsoljuk, hogy egyenesbe menjen. Tudom, hogy egy kicsit most azt mondjátok, hogy jaj, de én ezt most így szeretném jól csinálni. Működik ez az önvezető kormány? Most lehet, hogy nem egyébként. Vagy belenyúltam, lehet, hogy ezt nem tetszik, neki semmi baj. Jó, akkor ugye visszafele fogunk jönni. Úgy, hogy átfordítjuk az ekét. És ugyanígy fogjuk dobatni balra. Úgy kiemelünk, az. Nagyon jó. Megfordítjuk közben, ugye fordulunk. Mert fölfele nem tudom mennyire fogunk tudni jól menni. Lehet, hogy egy belső részletet kellene egyébként kapcsolnom. Megnézzük ezt a külsőbe, hogy barázdába teszem szépen. Oké. Okay. De jó, tökéletes. Tökéletes gyerekek. Ja, egy kicsit rúg a gép. Ugye nagyon-nagyon határon van az eke. És a gépnek a kapcsolata, tehát 135 lóerő kell nekünk. Mármint az ekének, és 135 lóerős a traktor is. Úgyhogy ezzel... Ó, de nem jó elmész, hülye gyerek. Ó, de nem jó helyen mész. De bazza, nem is jó helyen megyek én szerintem. Nem jó helyen mentem, nagyon elcsöztem. Ó, visszagorulunk. Nem volt, de itt még jó volt. Jó, itt még jó volt. Nem volt jó. Ott van a keréknyomom, nem szabadna keréknyomomnak lenni. Gyerekek, figyelni kell itt a kormányzást nagyon. Szerintem nem jól van, nem jól van a... Jelzés. A jelzés van elcsözve. Mármint ez a jelölés, ez a P betűnél szerintem valamit elcsöztem. Jó, hát ha hiszem, hogy a valóságban sincs ilyen. Figyelni kell, hogy belegyen a kerék a barázdába, azt akkor jó világ van. Ennyire kéne csak figyelni. Csak úgy húzzám a gépet ez a... Nekem, mint az állat. Oké. Okay. Jó, szerintem egy belső részletben lehet, hogy inkább megpróbálkozok vele. Autentikusabb is, meg lehet, hogy beteszem az ajtót.
Nem jó ez az önvezetés, gyerekek, állj, stoj! Az önvezetés folyamatosan belenyúl nekem. Ezt kikapcsolom, meg az önvezetést, ezt kikapcsolom. Azt csinálja, most jöttem rá, hogy folyamatosan nyúl kell bele. Ezt lehet, hogy rossz, nem csinálja rosszul, de engem nagyon zavar, hogy itt próbálkozik belenyúlni. Ja, hát valami nem stimmel egyébként, de egy a fene. Arra figyeljünk, baloldali kerékben legyen a barázdába. Hülye vagyok, komolyan mondom, annyira utálom. Nem fordítottam át. Olyan, hogy béna vagyok nagyon. És mérges vagyok magamra. Elgondolkoztam. Arra kell dobatnunk, basszus. Kerék barázdába legyen, szuper, mindig balra dobatjuk. Mert mint, amikor jövünk fel, akkor meg jobbra nyilván, csak mindig arra az oldalra, azt akartam mondani. Na, így most már jó. Jó van. Szuper. Azt a rohadt életbe. Egyébként egy belső részből lehet, hogy kicsit jobban átérzi az ember. Meg egy kicsit talán jobban tud koncentrálni, mint ilyen folyamatos kameraforgatások közepette. Oké, kiemelünk. Ez valahogy... Ja, eléggé fura ennek a földnek a széle, ugye nem szögletes, aztán mindig ilyen hülyén kell belekezdenünk. Le kell majd, meg kell majd csinálnunk a dűlőzést, mindenképp. Rohadtul kell koncentrálni, hogy a jobb oldali kerék a barázdába megy. Nem fordítottad át, Keeper! Komolyan mondom! Vagy ez annyira benned kell lennie. Annyira benned kell lenni. Mert a farming szimulátorban lényegtelenek ezek a dolgok, és itt meg van értelme. Aztán az emberben benne vannak ezek az beidegződések, hogy hát minek fordítsa, hát ez a fölösleges, semmi értelme. A francokat nincs semmi értelme, hát ennek így kell működnie. Jó, oké. Gyerekek, mondjátok, hogy fordíts! Rugám, mind a disztó, nem nagyon akar verni. Hát szóval, amire leszálltam, arra lemegy a nap. Ha megnézzük, hogy egyébként akkor változott-e elvileg, ugye a lazításnak annak föl kellene most már mennie, majd 100%-ra a végzőnk. A mély lazításnak meg nem, mivel ugye mély lazítást azt nem végzünk. Na srácok. Kiemelés, és egyébként ilyenkor egyből nyomok egy R-et. És akkor nem lesz ezzel gond, hogy nem fordítom át. Jó, belejövünk kávebbe. Kiskutya az ugatásba. Nincs is erre szükségünk szerintem. Okosba megcsináljuk mi. Állat. Nagyon tetszik egyébként, hogy ilyen élet. Tényleg úgy érzem, mintha itt navigálnom kellene. Nézzetek, milyen nehéznek tűnik a bal kerék. Így folyamatosan így bent tartani. Jó, lehet, hogy egyenesen kellene. De ugye kicsit korrigálni kell. Főleg fölfele rengeteget kell korrigálni. Mivel felfele, az történik. Hogy rúg mind a disztó, és így oldalra így kaparja magát egy picit. Ezeket a fákat itt kerülgették el sajnos. Figyelni kell, hogy beleakadjunk. De az ilyen a box, gyereke. Na. Ez az. Nem. Fordítsd át, testvérem.
nagyon stressz egyébként, hogy így mindenre kell koncentrálni, meg ilyen tökéletű az egész. Mármint addig, amíg meg nem tanulja az ember, szerintem addig el lehet itt stresszelgetni, meg el lehet szenvedni vele, de azt utána meg tökéletes lesz. Jó. Benne vagyunk. Tarts benne abba a babarázdába. Ugye onnan az a barázda azért keletkezik, mert a legutolsó ekefej után nincs még egy, ami beledobná ugye oda a földet. Szuper, jó, hát ezt meg kell csinálni, szuper. Egyébként kellene felvenni melóst. Azon gondolkozok, hogy ne vegyek fel neki munkást és csinálja meg, de lehet, hogy nem kellene, hanem lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy a következő munka folyamatra, mondjuk a kultiválásra vehetnék fel egy munkást már most, és akkor jöhetne. Nem, ahogy néztem, talán nem olyan veszélyes árakon dolgoznak. Figyeljetek, azt kellene csinálni. Látok, meg is állítom a gépet. Kiszállunk. Ezt nézzünk valami melóst, vegyünk fel, olyan egyedül érzebb a gavérit, gyerekek. Nem, koszosodik rendesen. Hát kellene először neki egy traktor, ugye a kultivátornak nem lenne muszáj nagy traktor, meg igazából még egy ilyet én veszek, én úgy gondolom. Vagy pedig lehet, hogy vehetnénk egy, a modoltakkal elboldogul a... Nem merek nekik, gyerekek, ne haragudjatok, nem merek nekik venni. Kereskedő. Nem lehet még egyet venni. Ne szórakozzatok. De itt van bazza. Oké, okay, ja, mert név szerint volt elrendezve, jó. Ez egy ilyen pici traktor, 95 lóerős, meg kell nézni a kultivátorokat, hogy azok mennyire igényesek. Melyik a legolcsóbb? 15 ezer, aminek 105 lóerős. Jó, hát akkor az a kis traktor, az kb. Semmire nem elég. Jó, akkor egy traktort, egy újabb ilyen mercit fogok neki venni. Egy ilyen 136 lóerőst. Figyeljetek, ezeket ide is hozzatom, gazdasághoz, vásárlás. Meg akkor ehhez egy kultivátort veszünk. Remélem, hogy nem fogunk befélelni, mert kicsit félek. Egy kultivátort, a legolcsóbbat, ezt. Ugye, ez jó. Nézzünk rá, hogy ez mégis hogy néz ki. Ez egy 3 pontos csatoló, ugye? De egyébként nem látom én ezt jól. Ja, 3 pontos csatoló, sima kultivátor. Ez egyébként, ja, ez egy ilyen nagyon egyszerű. De ez nekünk pont jó lesz. Ja, megveszük, bocsánat. Hat méteres. Százat lóra elég neki. Kultiválás. Terepi munka. Jó. Sőt is, a gazdasághoz vásárlás. Szerintem ő neki most súly nem kell. Akkor elvileg megvan plusz 2 gépünk. Fú, gyerekek. Költekezés megy, már csak 300 ezerünk van. Az nem is kicsi, egyébként ez ahogy látom. Na, és akkor most vegyünk fel egy munkást. Na, ezre nagyon, nagyon kíváncsi vagyok. Ez hol van? Ez nem az. Ez nem az. Tervezés, feladatok, új feladat, sofőrök. Föl kéne venni embert? Várjál, hol kell embert felvenni? Ez mi? Munkavállalók! Jó, ez nagyon adja! Jó, ez tök jó. Itt van a bére, figyeld. Rendezés, munkabér szerint. Még kor szerint is tudod rendezni. Jó, ez a legolcsóbb, ez a csaj. Fölvesszük, jó? Alkalmazzuk. Itt van a kor, 25 év, 10 hónapos szint, egyes szintű. Ez különben rohadt jó. Jó, alkalmazzuk. 1400-ért. És ugye akkor van egy alkalmazottam. Ennek tudok én feladatot adni, ami hol van. Itt van, feladatok, új feladat. Sofőr. Mi a fasz? Terepi munka, sofőrök, szara, mennyi a szara, járművek,
Bazza. Melyik lehet az kiválaszt? Hozzárakjuk. Ja nem, ez nem, rossz géped választottam szerintem. Na valami nem stimmel, hogy gyerekek. Ezt miért nem tudja fölvenni? Ezt miért nem akarta fölvenni? Vagy miért nem mutatja? Valamit elcsesztem ezzel a géppel? Ezt föl tudod venni, testvérem. Hát, hogy én bénázok egyébként, ki kell tapasztalni, bocs gyerekek. Feladatok, új feladat. Terepi munka, sofőr. Sofőr, ez a csaj, szara. Oké, járművek. És melyik az ennyi, melyik, azt nem tudom. 3 pontos rögzítés. Ja, itt lejjebb volt, oké, kiválaszt, oké. Mentés. Választ mezőt. A 14-es, ugye? Az a mező az. Jó bejáratot, nem tudom. Délnyugati, északnyugati. Munka elvégzése után menjen a gazdaságba. És oké. Tartsd meg a járműszállítást, oké. Mentés. Oh! Oké, már megy is, bazze. Na, akkor nekem meg viszont kéne végeznem a munkámat. Jó, nyugodj meg! Szara! Még izé van, de várjatok. Remélem, hogy ezt nem fogja itt. Mit csinál, mit csinál? Mit csinál, mit csinál, mit csinál? Úristen, mit csinál, várjál. Lehet, hogy korai volt. Lehet, hogy le kéne lőnöm, úristen. Megmondom őszintén most egy picit. Nem lehet izélni megállítani? Mi a fasz csinál? Belegázolt a szántásomba. Jézus Isten, mit műveltem? Mit csinál ez, gyerekek? Ez lehet, hogy hülye ötlet volt, hogy ráküldeni. Amúgy nyitja ki. Hát ez neki kell kultiválni itt, öcsém. Na jó, viszont nekem már kéne szántanom, nem tudom ezt, hogy mit akar. De hát jó lett volna, hogyha szántás után indít tovább. Jó, hát ez sikerült megoldanom. Mi gyerekek? Már megint. És ez neki lehet kultiválni. De remélem, hogy a... Azt a... mit csináljuk? Mit csináljak, gyerekek? Ez nem jó. Ez nem jó. Ah! Itt ezt nem tudom, ezt meg tudom állítani, vagy valami csoda? Vagy ez a telefi munka, alkalmazottak száma. Töröl! Jó. Töröltem. És akkor visszamegy legalább? Nem, szerintem nem. Ki visszavinne ezt a gépet? Azt a betyár, gyerekek, ez jó! Nagyon jó! De nem akkor kéne elindítani. Amikor még rajta vagyok a földön. Hát egy kicsit megmókodtam. Ugye ezzel nem nagyon tud mit csinálni, ezt te kiállt itt dolgozik. Figyeljetek, de viszont van alkalmazottam, álljál már meg, álljál már meg. Akkor már leszánthatnál, én meg megcsinálom a kultiválást. Na, hát ne vicceljél, figyelj. Feladatok, új feladat. Most már tudjuk ugye, hogy mi a stájsz. Sablon, terepi munka. Sofőr, szara. Kiválasztott traktor. Aztán, hogy ezt tényleg nem tudom egyébként melyik kiválaszt. Ezzel mész. Kiválaszt. Előre súly. Mentés. Földterület 14-est.
Jó, tök mindegy, hogy nem tudom melyik fal úti cél. Elvégzése után. Gazdaság. Feladat után tartsa meg a jármű szerelvényt. Mentés. Jó, és neki áll szántani. Jaj, de jó gyerekek, látjátok? Mindjárt nem kell dolgozni a keepernek. Mert kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog művelni. De nagyon. Egyébként azt hiszem, hogy bele lehet váltani. Nézzük meg, hogy ő hogy fogja csinálni. És jó, a kultiválás legalább a keeper meg fogja tudni. Figyeljetek, ez eljön egy teljesen a föld végére. Hogy lehet, hogy onnan fogja folytatni. Jó, hát ez átment a fákon. Jó. Lehet, hogy egyen jobban fogja csinálni, mint én csináltam. Viszont ezt nézzétek, hogy beáll oda, ahol abba hagytam, nagyjából. Hát ugye jó kacafánt, és gondolom oda beáll, ahonnan ki tud valamit hozni ebből az egészből. Azért az nagyon komoly, nem, gyerekek? Hogy még ezt is figyeli, hogy na itt le van szánva, itt akkor valamit próbálok kihozni belőle. Itt keresztbe hosszába összeszántottuk. Ő meg így rendbe rakja, mert hát látja, hogy hát nem annyira sikerült ennek a hülyének. Itt vagyok, aztán segítek neki. Ja, összehozza itt a dolgokat. Oké. Én meg mindjárt kultiválom le. Vagy pedig lehet, hogy nekem valami más kellene addig csinálnom. Ránézzük először a területre. Hogy ezzel milyen stájsz akkor ilyenkor? Aha, megszántott. A lazítás az 0%, akkor az a lazítás az valami más. Viszont a megszántott 16%, az előkészített viszont 84. Ugye ezt le kell ezután kultiválni mégis még egyszer. Jó, hát semmi gond nincs ezzel, viszont oda nézzetek. Ez egy kicsit legalább tud normálisan közlekedni ezzel a géppel. Hát a szará egy kicsit, úgy látom, hogy nem váltó műtétje előtt van még. Hát egy kicsit azért jobban csinálja, mint én, figyeld. Egy Y-nal fordul. Már teszi is neki odalé. Hát azért jó. Oké, most nagyon lebőgtem. Most nagyon lebőgtem, gyerekek. Jaj, keeper. Hát bújj el nagyon messzire, bújj el. Hát ezt megállítom, ezt a gépet. Aztán majd neki állunk. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy olyan eszközöket esetleg venni még, amire szükség lehet. Figyeljetek jó, ezt csinálja ezt a munkát. Figyeljetek, ha már van alkalmazottam, akkor dolgozzon is szerintem. Ezt lerakom ezt a kultivátort, és lehet, hogy egy vetőt fogunk venni, meg fogjuk tölteni magokkal. Nem tudom, azon a nagy földdel egyébként lehet, hogy egy kaszálási dolgot tudnék csinálni. De azt tudjátok egyébként, hogy figyelj, ezt nézd, le tudod engedni, ugye az eszközt. És ebben ez a durva, hogy ilyenkor nem a földbe engedi le, hanem csak így leteszi. Ugye, hogyha le akarod akasztani, akkor normálisan tudj leakasztani. És ez nem az volt. Na, ott van, itt. Hát ott. És akkor itt tudod leakasztani. Nem az történik, hogy így ledobja, hanem így leengedi. Jó. Mindjárt nézzünk valamit. Focsirelkek, de egyébként tényleg el vagyok feszve. Oké. Vetőgépre lenne szükségünk. Valami olcsóra. Rendezés ár szerint. Ez a legolcsóbb 24 ezer. Jó, hát akkor egy ilyet veszünk. Oké. 3 méter mechanikus vetőgép gabona vetéséhez. 125 milliméter sor távolsággal, méret 800 liter. Aztán árparos, búza. Jó, hát akkor ezt veszünk egy ilyet, jó? Meg, akkor ezt fel kellene tölteni. Oké. Figyelj, akkor azért lehet, hogy el is ugrok. Addig megcsinálja a szántást. Majd ránézek, hogy mit csinál. Jaj, basszus, tud normálisan szántani, mi? A keeper az meg itt bénázott. Jó, hát elmegyünk mindenképp. Na, hello haver, kösz a melót. Addig megszántja talán a területet. És akkor tudok tovább dolgozni. Utána egy kultiválást le kell végeznünk, meg utána akkor elvetjük.
Jó, hát ezt a szántást, ezt jó hamar lepasszoltam, gondoljátok meg. Jó, jó, belebonyolódtam. Ez a mindig fordítás, az rettenetesen idegesítő, megmondom őszintén. Tudom, hogy egyébként így van, de hát borzalom. Azt nem tudom, az a lazítás, az minek számít. Hát lazítás és mély lazítás, az mi? Hogy miért nem azt módosítja a lazítás számot, 0%-on van, akkor az valami más, az valami kultiválásszerű, akármi, vagy baronálás, vagy ilyesmi. Ja, biztos nem figyelt a keeper, amikor tanulni kellett volna, ugye? Szuper! Jó van, gyerekek. Kellene vennünk vetőmagot szerintem. Egyébként, ja, kellene nekem egy csomó vető, meg az a baj, különböző fajták. Az elején ne tudnám vinni egyébként ezt a mészántáshoz alkalmazott eszközt is. Így. Hátul meg felcsatoljuk a vetőgépet. Bá, már most rájöttem, hogy hülyeséget csináltam, gyerekek. Oké, már most rájöttem, már állítsuk meg ezt. Gyerekek, itt olyan összetett mezőgazdaság van, itt mindent is meg kell tanulni. Figyelj, ez a vetőgép, ez nem jó. Ezt tudom külön használni három pontosan? Ez lehet, hogy csak összekapcsolható a másikkal. Úgyhogy ez nem tudom, hogy ez jó lesz-e így. Na, mindjárt kipróbáljuk, de szerintem egyébként ez nem három pontosra való, hanem ez egy ilyen kultivátorra csatlakoztatható, tudjátok? Úgyhogy ezzel lehet, hogy most befüröttünk. Főleg így. Igen, ez nem jó. Ez egy kultivátor. Azt a betyár, milyen fizika van, hogy még oda a keréken gorul. Hú, gyerekek, öcsém! Jó, nem fogom újra kezdeni, akár mennyi bénálás is van, megmondom a frankót. A flottánál ezt vissza kéne állítani. Valahogy elvileg autóventés a farmra, és be is rakta akkor a farmra, jó? Akkor gyerekek, álljunk meg egy szór. Hát kell néznünk megint itt az F1-nél az eszközöket. Ugye, mi vettünk olyat, vagy kultivátor. Ja, átnézem itt a dolgokat. Elvileg kell lenni olyan kultivátornak, amire ezt fel tudjuk csatlakoztatni. Ez biztos, hogy nem az. Ez nem nincs olyan, ugye? Ez egy tárcsa. Nem se látok olyat, hogy fel lehetne csatlakoztatni, de várja. Akkor ez hogy van? Pedig ezt még tanultuk is, gyerekek. Próbáljuk meg csak az alapértelmezetteket. És próbáljuk meg ár szerint rakni, és végigböngészük, hogy ez így hogy lesz. Silóhenger, jó. Ilyen átpörgetek, körülnézek, gyerekek, mert én nekem itt nagyon-nagyon érdekes dolgokat vélek felfedezni. Ezt nézzük meg. Aha. Erre biztos, hogy lehet valamit csatlakoztatni, látjátok? Erre lehet csatlakoztatni valamit. Az Zirkonra, és ennek egyébként kettő darab modellje van. Ha, egy szélesebb meg és egy másik. Igen, itt van. A Zafir 7 vetőgéppel lehet kombinálni, azzal a vetőgéppel, szóval egy ilyenre lesz szükségünk. Nem ide kellett volna vennünk, ugye? Ezt megint nem fogom tudni fölvenni, vagy ezt föl tudom? Ezt fel tudom, ugye? Ez három pontossal csatlakozik. És ezután tudod fölrakni ugye a másik, a vetőgépet. Jó, szuper. Amúgy ez nem rossz dolog, mert akkor ezt a másik földet meg tudjuk művelni instant vele.
Jó, menjünk haza, gyerekek. Visszük ugye a nekénket is, a mélyszántáshoz. Hogyha majd lesz olyan gépünk, akkor tudjak vele valamit kezdeni. Kicsit, most már tényleg olyan vagyok, most úgy érzem, most fuldoklok a medencébe. Hogyha ugyanazt az analógiát követjük, ugyanazt a hasonlatrendszert. Jó, hát ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Itt azért nagyon ki kell tapasztalni. Úgy gyerek, 12 darab értesítés van, már elmondom nektek ott fent. Úgyhogy... hazaérünk, azt meg kell nézzünk az értesítéseket. Jó, akkor erre fel tudjuk rakni a vetőgépet, az jó. Viszont egyébként ma ott kellett volna vennem. Megnézem az értesítéseket, mi ez a sok értesítés. Ja, új örmögöt vásároltál, oké. Lett eredmény. Jó, csak a csak azok oké, amik nem kellenek. Na, nézzük, hol tudunk magokat venni? Elvileg, azt a betyár. Ez a gond. Nem, magot azt itt tudunk venni. A szövetkezetbe. Ha jó messze van, na mindegy, el kell menni mindenképp oda. Jó, semmi gond, gyerekek. Egyébként magot pótkocsival is el tudnék menni venni rám, az tök jó lenne, akkor lenne bőven. A gyerekek, kellene pótkocsit vennünk, és elmegyünk magot venni. Vagy pedig elküldjük a csávót. Nem tudom, hogy hogy végzett a szántással. Egyébként lehet, hogy úgy kellene, hogy minél jobban kihasználjuk a... Hogyha már egyszer felvettünk egy alkalmazottat. Ha végez egy munkafolyamattal, akkor csinálja tovább a következőt. Például mondjuk elküldhetnénk, vegyen magot. Pótkocsival. Egy pótkocsira mindenképp szükségünk lesz. Úgy gyerekek, ilyen 260 ezerünk van, nagyobb be fogunk félelni. Megmondom őszintén, viszont lehet, hogy gondolkozok azon, hogy sandbox portba kezdjük, mert ugye itt nem elérhető az összes jármű. Így most, na nézzük ezt a srácot. Egyébként olyan jó dolgozik, nagyon jók a gépi munkások. Marhára meg vagyok elégedve. És még mindig ennyi. Azt a betyár hallod, ez a szántás, ez nagyon durva a hosszú folyamat. De egyébként így valóság, nem igaz? Hát nem a legszebb, mit művel ez? Nem a legszebben csinálja, mit csinál? Jó, hát nem akarom tudni, mit művel ez. Ezt lehet, hogy nekem kellett volna. Jó, menjünk. Ezt a vetőgépre megpróbálom ezt felcsatlakoztatni. Jó, srácok. Hát lehet, hogy ez egy kicsit nagyon kaotikus lett. És lehet, hogy a modokat, majd néhány modot fogok használni. Elvileg valamelyik hangárba berakta nekünk. Valamelyik garázsba, ugye a vetőgépet, elvileg ebbe a szélsőbe. Viszont ezt az ekét le kéne kapcsolni. Ha le tudod rakni a támasztó lábakat. Ja, igen, leraktuk a támasztó lábait. Hogy tudok ráváltani, basszus? Úgyhogy az elsőt akarom lerakni, basszus. És komolyan mondom, azt látjátok? Ja, vagy tudod, hogy kiszállok, egyszerűbb lesz. Vagy nem lesz egyszerűbb, de... Oké. Viszont ennek mindenképp kell majd orsúly. Nagyon tökölés van, gyerekek, nagyon tökölés. Na, itt van, jól van. Be se férünk, basszus. Aha. Jó. Oké. Csak így kilapult a izé. Hátsó kereket, ez lehet, hogy egy kicsit gyengú lesz ennek. Olyan látok, ez nagyon beteg. Nézd már meg a hátsó kereket! Itt ez körülbelül úgy szét lehet terelni a traktorokat. Hogy... Felnéig. A Jézus Úristen! Itt valami megint nem stimmel. Ez nem ennek találták ki. Jézus Mária. Konkrétan... levegőben van az eleje.
Srácok. Jó, csinálja ez egyébként, tök jó. Figyeljetek! Megmondom a frankot. Lehet, hogy csinálnék egy újrakezdést. Sandbox módba. Mert ugye sajnos nem elérhető egy karrier módba az összes, hanem ugye egy XP-t kell gyűjteni, meg kell mindent csinálni. A sandbox módban meg full minden elérhető az elejétől. Így akkor ugye több traktort tudunk használni, meg minden eszközt tudunk használni. Meg egy kicsit nem valami jól találtam el ezt a dolgot. Kevés pénzünk van az elején. Úgyhogy kicsi földdel kell kezdeni, például a másik földet fölösleges volt megvenni, és ez nagyon-nagyon hosszadalmasak itt a munkafolyamatok. Én elgondoltam, hogy itt majd úgy gyorsan végzünk, aztán a szántás is eltart egy nagyon sok ideig. Úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy sandbox módba el fogjuk kezdeni. Hát ezt meg egy ilyen tanulságnak így feltöltöm, írjatok, hogy egy-két dologról itt beszéljünk, és írjátok meg, hogy szerintetek ez hogy mi van. Hogy ez. Hogy ugye ez előkészített, az akkor most már tudjuk, hogy az meg van kultiválva frankon. A mélozítás az valószínű, hogy a mélyszántásra gondol. De nem, mert ugye megszántottat ír. A lazítás az megint akkor mi? Akkor ez mi? Ez gyerekek. Vagy van külön olyan a kultivátorok, nem mondjuk az a borona dolog, az inkább ilyen lazító volt? Hú gyerekek, el vagyok teljesen vezvek, mert igazából olyan van, hogy kultivátorok ugye. És itt írja, hogy kultiválás. És itt ennél is csak kultiválás. Tehát nincs egy plusz opció, nincs olyan, hogy lazítás. És itt is a kultivátoroknál összesen ugye összes bálázó, ekék, kombájnok. És ugye az ekéknél írja azt, hogy fellazítja a tömört talajt. Lazítja. Én csak arra tudok gondolni. Műtrágyák, vetőgépek, villág, vágóasztalok. Más ugye nem, nincsen olyan. Ja, gyerekek, írjátok meg szerintetek az mi? Jézus Mária, ez a gép ez egyébként... Fú, ja, kell valami nagy klasszot venni, vagy pedig nem tudom, doccot. Mert ez így... Ennek a gépnek ez nagyon szenvedés. Szara meg itt dolgozik ezerre. Viszont ezek a gépi munkások tök jók. Ugye én csesztem össze a területet először, és ezt egyébként nem tudom, érdemes lett-e szántani még egyszer. Hát jó. Nagyon mély víz, és kezdünk fullerozni. Húzzatok ki belőle, léci, írjatok tippeket, hogy csináljuk. De mindenképpen sandbox módba át fogunk menni, mert ennek szerintem annyira nincs értelme. Na, köszi szépen, sziasztok!